Hát ez beletelt egy kis időbe, de végre eljött a nap. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol végre személyre fogjuk szabni, be fogjuk festeni, és egy kicsit átalakítjuk ezt a parókát, ugyanis tegnap előtt, nagyon hosszú keresgélés után végre kaptam retken Shades EQ színezőket. Ha bárkit érdekel esetleg, az A-List szalontól kaptam, vettem, így a pontosabb. Ők voltak az egyetlenek, akik hajlandóak voltak nekem segíteni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik, bár nem hiszem, hogy látják. És eljött a pillanat, amikor végre hozzányúlhatok ez a parókához, el nem tudjátok képzelni, hogy mióta szeretném már megcsinálni. És a mai napon vettem egy rendes fodrászollót is. Nyilván óvodás fodrászolló, tehát értitek, hogy mire akarok kiukadni, de a lényeg az, hogy nem konyhai ollóval fogjuk vágni ezt a hajat. Hála az égnek nincsen magyar Bradmondó, úgyhogy különösebb veszélyt nem érzek, de ettől függetlenül így biztosabb, mint hogyha egy konyhai ollót előcsapok. És ahogy látjátok a címből, ez nem csak egy sima paróka átalakítós videó lesz, ugyanis nem olyanra fogom megcsinálni a parókát először, amilyenre szerettem volna. Az eredeti terveimben az szerepelt, hogy egy nagyon szép, sötétebb tővel platina szőke lesz maga ez a kis bob parókám. De aztán eszembe jutott, hogy miért nem próbálom ki először, hogy az egészet gyönyörű, szép platina szőkére színezem be. Ez egyébként egy teljesen natúr szőkített haj, ami azt jelenti, hogy jelenleg készen áll arra, hogy bármit csináljak vele. És ami miatt úgy döntöttem, hogy az egészet be fogom színezni, az nem más, mint Kylie Jennernek a 2017-es Met Gala haja parókája. És talán az volt az első ihlet, amikor eldöntöttem, hogy szeretnék egy ilyen rövid szőke parókát, úgyhogy miért is ne csinálnám meg egy az egyben olyanra, mint az övé volt. De emellett, ha már a haj megvan, akkor miért ne csinálnám meg a sminket is? Úgyhogy ezeknek a gondolatoknak az együtteséből született meg a videó, miszerint újraalkotom Kylie Jenner Met Gala kinézetét. Nyilván a hajat és a sminket csak, ugyanis a ruhát azt nem tudom rekreálni. Így ma ezt fogjátok látni tőlem. Kicsit későn kezdek hozzá ehhez az egészhez, majdnem 7 óra van, úgyhogy nem biztos, hogy ma be fogom tudni fejezni az egészet, de nagyon fogok igyekezni. Nagyon részletesen utána jártam a dolgoknak. Elméleti szinten mindent tudok, de a tudokot nagyon-nagyon idézőjelbe teszem, viszont ez semmiképpen sem egy tutoriál. Remélem, hogy jól fog elsülni az egész, és akkor talán egy kis segítséget tudok nyújtani nektek, hogyha bárkit érdekel. Egyébként, hogyha valaki szokott rendelni igazi parókákat, mert egy igazi hajból készült parókákat, azt írjátok már meg nekem a komment részlegbe, mert ezt mindig meg akartam kérdezni, de rendszeresen elfelejtem. Úgyhogy az előkészületeket valószínű, hogy csak timelapse-be fogjátok látni, és majd amikor elérkezünk a felhelyezéshez, akkor fogunk újra találkozni szemtől szembe. Tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik, hogyha ennyit beszélek, úgyhogy kezdjük el, és színezzük be ezt a parókát. Szóval, elérkeztünk oda, hogy nyilván kiöblítettem, aztán láttátok, hogy egy kicsit szárítottam is. Hivatalosan a parókákat levegőn kellene megszáradni, de hagyni megszáradni, értitek? Jelenleg nekem erre nincsen időm, se türelmem, sajnos. Úgyhogy körülbelül ilyen 80%-osra megszárítottam, viszonylag egyenes. És fel fogom próbálni, és meg fogom nézni, hogy a hossza, hogy áll, mennyit szeretnék vágni belőle, honnan szeretnék vágni belőle.
magam elé fogom tenni a Kylie-s képet, azt már most tudom, hogy nem fogom olyan rövidre vágni, mint ahogy neki van ott, de szeretném gyorsan felvenni, felpróbálni, megnézni, hogy honnan kell belőle ritkítani, előről mennyit kell kitépkedni, és utána folytathatjuk tovább az átalakítást. Kicsit messzebb vagytok, mint kellene, viszont valószínű, hogy ezt a videóban ti nem fogjátok észrevenni. Remélem, hogy hallotok rendesen. Feltettem a hajat. A színnel egészen meg vagyok elégedve. Később majd lehet, hogy lesznek rajta kisebb-nagyobb javítások, de mostanra tökéletes. Meg kell néznem, hogy melyik oldalt van a választék, és biztosan, hogy vágnom kell belőle. Direkt hosszabbat rendeltem egyébként, hogy ahol majd le lesz vágva, ott tudjátok, szép éles vonallal el tudjam vágni, ugyanis ez a bob így néz ki, ami Kylie-n van, és szerettem volna, hogy ezek az elvékonyodott végek ne zavarjanak be egyáltalán a késztermékbe, úgyhogy eddig elégedett vagyok, innentől be foglak titeket gyorsítani, és nézzétek, ahogy szenvedek, ennyit tudok mondani. Ja, és egyébként azt még el szerettem volna mondani, hogy szerintem az egyik legjobban passzoló parókám, ami majdnem, hogy tökéletes a fejemre, minden jó helyen van, hogyha megnézitek, a hajvonala is szinte tökéletesen passzol, egy nagyon kicsit kell majd rajta alakítanom, de ez már ugye előre egy kicsit ki van szedve. Nagyon várom már, hogy ott tartsunk, hogy kész legyen. Szóval, nem tudom, hogy mennyi idő telt el, de jelenleg így néz ki a paróka. Volt egy rész, amit sajnos nem vehettem fel nektek, ugyanis olyat tettem, amit életemben nem gondoltam, hogy fogok, és rátettem Bencére a parókát, és rajta vágtam le. Jó ez a baba fej, de egy igazi fej nagyon sokat segített. Úgyhogy jelenleg így néz ki, nem tudom, hogy fogom-e rövidebbre vágni, természetesen szeretném azután is használni, hogy ezt a videót megcsinálom, úgyhogy nem lesz tökéletesen olyan rövid, mint amilyen a Kylie-nak volt a Met Gálán, de a választék megvan, nyilván azt látjátok, hogy nincsen még levágva a tül, úgyhogy azt majd holnap fogom megcsinálni, nyilván a sminket is holnap fogom megcsinálni, úgyhogy csak szerettem volna megmutatni, hogy jelenleg így nézünk ki, és holnap folytatjuk. The next day. Következő nap, következő lépések. Ahogy látjátok, a hajamat már felfontam, úgyhogy most nagyon gyorsan fogok tenni rá egy kis hajsprét. Megpróbálom egy kicsit még jobban lelapítani. Jaj, a közben, hogy nem bontom le a fonatokat. Felteszem a parókát, körbe fogom vágni, kicsit megpróbálom a fejemre igazítani, és utána pedig stylingolni fogom, remélhetőleg, és végül, de nem utolsó sorban jöhet majd a smink is, úgyhogy kezdjünk bele. Szóval, most tartok ott, hogy minden király, viszont ezen a részen, nem tudom, hogy látjátok-e, de körülbelül innen kezdődik a hajvonalam. Úgyhogy ebből egy kicsit valószínű, hogy kellene elszednem, meg itt is kicsit jobban bejön, mint kellene, viszont a két oldalt és középen tökéletes, valószínű ez azt jelenti, hogy kopaszodok, mivel Kylie haja mind a két oldalt el van dugva a füle mögé, így valószínű, hogy kellene foglalkoznom ezzel a problémával, de először szerintem le fogom vágni a tült, és majd csak utána fogok foglalkozni azzal, hogy tökéletesen álljon minden. Változott a helyzet, először mégiscsak kiszedegetem
azokat a részeket, amiket kell, mert kicsit több, mint gondoltam, utána vissza fogom tenni a baba fejre, ott egy picit megigazítom, és utána fogjuk feltenni. Viszont nem fogok minden lépést tökéletesen végigvinni, ugyanis ez a választék a videóhoz nagyon jó, viszont utána középválasztékkal szeretném használni a parókát, úgyhogy itt biztosan nem fogom kiszedni. Nem szeretném, tudjátok, teljesen lekopaszítani azt a részt, talán ez egy jó szóra, úgyhogy igen, igyekszem nem elszúrni. Nem tudom miért, de azt hittem, hogy meg tudom csinálni ezt az egész átalakulást anélkül, hogy le kellene ragasztani a hajam, vagyis hát a parókát. Tévedtem. Le van ragasztva, viszont nem tettem parókasapkát, ami azt jelenti, hogy a saját hajam egy kicsit átüt alatta, vagyis hát a színe, és nem bánom. Őszintén megmondom, hogy nekem nagyon bejön, hogy egy picikét sötétebb a töve. De most végre elérkezünk ahhoz a részhez, amikor ezt a fül részt ki fogom vágni. Még egy picit várok, hogy teljesen megkössön. Nagyon szép egyébként szerintem. Hogyha le lesz takarítva a ragasztó maradvány, rendesen nem lehet majd látni a tült. Szerintem az egyik legjobb tüllű parókám. Úgyhogy júj, óvatosan megvárom, hogy megszáradjon. A legfélelmetesebb rész jön. Ettől mindig kiborulok. Most ki fogom vágni a fülemnek a részt, és úgy fogom csinálni, hogy apránként vágok kis részeket. Először ezt a hajat levágom, mert ez biztos nem fog nekünk kelleni, és csak zavar. Úgyhogy ezt félre is teszem. Levágom ezt a nagy részt. Fülemet megpróbálom nem levágni a tüllel együtt. Megpróbálom kibányászni, ez így még közel se jó. Ezt a részt kellene még mindenképpen levágnom, mondjuk innen. Megpróbálnám nem kivágni belőle a gumit, mert az nagyon sokat segít nekem. Csinálunk egy új választást. Szerintem jobb lesz, hogyha csendben maradok, és csak nézitek, hogy mit csinálok. Azt hiszem, hogy meg vagyunk. Egész kényelmesen van most a fülem. Ami fontos, ugyanis mind a két oldalon a hajamnak a fülem mögött kellene jóúj lennie, ez az! Leragasztom ezt az oldalt, utána itt még a babahajakkal úgy is kell szórakoznom, leragasztom ezt az oldalt, utána pedig vágjuk ezt. Ez gyorsan ment. Azt hiszem, hogy ezen az oldalt csak ennyit fogok levágni. Lehet, hogy egy nagyon-nagyon picit ferdén raktam fel, de a lényegen nem változtat, ugyanis túl sokat nem vágtam egyik oldalról se. Nem lesz baj vele, hogyha következőleg máshogy rakom fel. A gumi mind a két oldalt megvan, ami nagyon fontos és nagyon jó. Jaj, nagyon tetszik! Most hagyom, hogy megkössöm mind a két oldal, előkészülök a sminkhez, és folytathatjuk tovább.
Jelenleg így állunk a hajammal, és kifejezetten nagyon tetszik, szerintem baromi jól sikerült, és jöhet a smink rész, ami annyiból lesz kicsit nehézkes, hogy ezt a részt nyilván nem tudom lelapítani és a helyére rakni addig, amíg nincsen rajtam a sminkem. Úgyhogy arra gondoltam, miután rájöttem, hogy nem fog menni, hogy elfésülöm az útból, és ide fogom csatolni, hogy egy kicsit elkezdjen lelapulni. Ez a nagy tervem. Valahogy így. Kezdjük a sminket. Rengetegszer láttatok már sminkelni, és ennek a videónak nem is kifejezetten a smink a lényege talán. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt a részt is gyorsítva fogjátok látni. Lényeg a lényegben egy nagyon egyszerű, nagyon szép, nagyon letisztult alapot szeretnék csinálni. Egy viszonylag hideg, árnyalatú, barnás, füstös, kicsit cicás szeme van Kylie-nak ezen a képen, és volt azon a Met Gálán, és belül viszont gyönyörű, szép bronz csillám van. Úgyhogy ezt fogjuk megcsinálni, elő vagyok készülve, minden itt van nálam, ecsetek, paletták, minden, készítsük el a sminket. A fixálást és a szemöldököt megcsinálom kamerán kívül, utána a szememmel és az arcom többi részével folytatjuk tovább. Megvannak a szemöldökeim, szerintem egészen jó munkát végeztem, és összekevertem egy korrektor színt, ami egész jónak tűnik, ugyanis nem szeretnék primert feltenni a szemhéjamra. Nem látszik, hogy kifejezetten primer lenne a szemhéjen, úgyhogy csak ezzel fogom lealapozni a szemhéjamat, primerezni és a szemöldökömet egy kicsit kitisztítani. Amikor félig kész van már a sminkedés, realizálod, hogy igazából közel se jársz az elképzeléshez, ugyanis most találtam ezt a képet, ahol hát látható, hogy barackos színekről van szó Kylie-n, úgyhogy így jártunk, egy kicsit át fogok menni valami barackosabbal valószínű az egészen, hogy összehúzzam talán, de nem fogom leszedni a sminket, az biztos. És egy barna tust fogok csinálni, az biztos. Változtatok az eredeti terven, és barack színű csillogós valamit fogok a szememre tenni. Igen, folytassuk tovább, csak szerettem volna elmondani, hogy mennyire okos lány vagyok néha. Elővettem ezt a palettát, ami egy Kylie paletta, kettő hiányzik belőle, de a lényegi színek benne vannak, és ez konkrétan a Peach paletta. Ennél jobb nem is lehetne ehhez az egész sminkhez, hogy rendbe hozzam, úgyhogy ezzel folytatom tovább. És ezzel nagyjából el is készült a smink. Kamerán kívül felteszek egy kis műszempillát, hogy még jobban összerakottnak tűnjön,
egy nagyon-nagyon pici barackos rúst is fel fogok tenni, amit majd elmondok, hogy mit, de még azt se tudom. Utána pedig keresek egy felsőt, és hogyha mindennel megvagyok, akkor jövök vissza. És ezzel el is készült a teljes look. Felvettem egy felsőt, ha bár közelében sincs annak, ami Kylie-n volt a Met Gálán, de szerintem egészen jól sikerült a végleges kinézet. Nagyon bejön ez a haj, nem gondoltam, hogy ennyire tetszeni fog. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy megcsináltuk. A rúzsról gyorsan pár szót, nagyon nehéz volt. Végül szemhéjpúdert használtam egy átlátszó szájfénnyel, hogy valami hasonlót tudjak kreálni, de ez lett a végeredmény. Fogok nektek bevágni pár képet ide, hogy hogy is néz ki közelről. De mindent egybevéve, nekem nagyon tetszik a végeredmény, a parókát mindenképpen fogom használni, hogyha kíváncsiak vagytok még különböző stylingolási lehetőségekre a parókával kapcsolatban, akkor ezt írjátok meg nekem a komment részlegben. Nagyon szívesen csinálok vele videókat, mert nagyon bejön, és lehet, hogy nem bánom, hogy a tövét nem festettem be először. Úgyhogy, ha tetszett nektek a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!